Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Valóságos üzletág alakult ki emberek hiszékenységére alapozva az internet elterjedésével. Egyre kifinomultabb módszereket vetnek be csalók, megtévesztő levelek, linkek, csábító ajánlatok megküldésével. A cél az óvatlan internet használók pénzének megszerzése. Az online csalások természetéről, megelőzési tanácsokról beszélgetünk a műsor vendégével, Orsós Károly rendőrőrnaggyal, a Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadójával. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra. Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük egy aktuális helyzetképpel. Mi volt Veszprémben a legutolsó online bűncselekmény, amit a kapitányság jegyez? Lényegében mi nap mint nap veszünk föl feljelentéseket, és hát ezek eléggé sokszínűek, ahogy maguk az online csalások is. Ugye ez kap egy ilyen gyűjtő kategóriát, hogy online csalások, de ez rendkívül szerte ágazó. Én járom a kapitányság illetékességi területét, mindenhova elmegyek, ahova meghívnak, és erről szoktam egy nem kevesebb, mint 2 órás előadást tartani. Mert ahhoz, hogy ezeket a módszereket főbb vonalaiba áttekintsük, körülbelül ennyi idő kell. Azt szoktam mondani erre ilyen hasonlatként, hogyha mondjuk nekem az lenne a feladatom, hogy felkészítsek valakit, hogy a dél-amerikai esőerdőbe eljusson A pontból a B-be, akkor nem lenne elegendő nekem egyetlen egy mérges kígyót bemutatnom neki, hogy na hát ez így néz ki, jegyezze meg adni egy ampulla ellenmérget, mert akkor lehet, hogy abban pusztulna el, hogy a jaguár ugrik a fa tetejéről a nyakába. Tehát itt is hasonló a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokfélék ezek a módszerek, ugye vannak akár mondhatom azt, hogy módszercsoportok, vannak kisebb-nagyobb eltérések, illetőleg más módszercsoportok meg egészen másképp támadnak, és igazából mindig a napi hírek egyet-egyet vetnek föl, ebből emelnek ki, és az annak az ismerete nem elegendő ahhoz, hogy valaki egy ilyen, hát, hogy úgy mondjam, teljes körű immunitással rendelkezzen ezen bűncselekményekkel szemben. Én azt is szoktam mondani, hogy a megelőzés érdekében nagyon-nagyon fontos, hogy az átlagember, aki nem kerül olyan közel ezekhez az információkhoz, mint mondjuk én magam a szakmámból adódóan, ő próbálja meg ezeket a napi híradásokat folyamatosan figyelemmel kísérni, megismerni ezeket a módszereket, körülbelül olyan szinten, mint ahogy az időjárás jelentés nézi át nap mint nap. Mert ha úgy tud elindulni, hogy tudja, hogy ma ugye zivatarra számíthat, és nála van az ernyő, meg úgy indul el, hogy ismeri éppen a legújabb módszert, akkor tulajdonképpen megtette azt, amit megtehetett a biztonsága érdekében. De sajnos ez a második ma már ugyanolyan fontos, mint az előző, ami persze már a zsigereinkben van. Valóban többféle, többfajta módszert ismerünk. Melyek a leggyakoribb technikák? Nyugodtan mondhatjuk, régen túllépett a dolog az olyan eseteken, amikor az interneten előre kifizetett portéka helyett egy darab követ vagy téglát kézbesít a futár. Igaz, még most is hallani ilyen sztorikról? Hát igen, mert hogy egy csecsemőnek minden vicc új. Tehát valóban ezek az első ránézésre nagyon primitív módszerek még azért lehetnek nagyon hatásosak, mert nem mindenki hallott még róluk sem. Nagyon furcsa a mai világunk. Én még amikor iskolás voltam, és mentünk az iskolába, összefutottunk osztálytársakkal, akkor feltettük a kérdést, hogy láttad-e a tegnap esti filmet. Mert hogy egy film volt az egy csatornán, tehát volt egy közös élményünk. Tehát ugyanabban az információs közegbe léteztünk, tehát mindenki ismerte az aktuális tényeket. Most ugye a tájékozódás az annyira sokrétű, hogy az egyes ember éppen mi iránt mutat érdeklődést, milyen információkkal kenődik, az teljesen kiszámíthatatlan. Ez például a megelőzésnek egy nagyon komoly problémája, hogy hogyan lehet az embereket elérni.
mert 100 000 csatorna kellene ahhoz, hogy mindenkihez eljussunk, és ez képtelenség a mai világban. Ugye, hogy a csillagászok mondják, hogy fényszennyezés, hogy nem látjuk a csillagokat a nagyvárosok fényétől, tehát ennek analógiájára mondhatom az információszennyezést is, hogy a lényeges információkat már nem látjuk a sok lényegtelentől. És akkor mik a módszerek? Tehát nagyjából hogyan lehetne bemutatni, hogyha valaki még nem ismerné ezeket, igen, mire figyeljünk, mire ügyeljünk? Hát lényegében ezek úgy épülnek fel, mert hogy próbáljuk meg rendszerezni őket, hogyha elhelyezném valamilyen struktúrába őket, akkor ez egy ilyen körstruktúra lehetne. Mondjuk képzeljük el az óra számlapját, hogy elindulunk 0 órától vagy 12 órától, és hogy haladunk előre. Tehát én előre helyezném a primitív módszereket, mint amit ugye említett az imént, amikor féltégla érkezik a előre kifizetett iPhone helyett. Na most ugye ezek viszonylag jól átláthatók, hogyha valakinek minimális ismeretei vannak ezekről a csalásokról, és az, hogy milyen primitív módszerrel hány embert lehet még megtéveszteni, az ugye kérdéses, viszont ugye a primitív módszerekre az jellemző, hogy ezeket tömegesen alkalmazzák. Ugye talán a legjobb példa erre, amikor hát nem az elkövető keresi meg az áldozatát, hanem az áldozat fog jelentkezni az elkövetőnél. Na most, hogy mire gondolok? Arról van szó, hogy az internet az tele van ilyen csaló honlapokkal, amik adott esetben webáruháznak mutatják magukat. Pedig nem azok, hanem olyan csaló honlapok, amiknek egy céljuk van, hogy begyűjtsék a betekintetbe járatlan embernek a bankkártya adatait. Tehát ő azt hiszi, hogy egy általa még eddig nem ismert webáruház termékeit nézi, és a nagyon vonzó árak hatására ő ott vásárolni fog, és hát aki ugye lépre megy, az a vásárlás folyamata során ugye felfedi a bankkártya adatait, ami így a csalókhoz hozzákerül. Na most nyilván a rutinos vásárlóknak fel fog tűnni, hogy ezzel a honlappal valami nem stimmel, hogy egy kicsit úgy grafikailag igénytelen, hogy minthogyha a helyesírással is probléma lenne, vagy nicsak-nicsak, érdekes módon egy mondatban minden szó nagybetűvel kezdődik. Ez azért a mi szemünknek egy kicsit furcsa, tehát ezeken föl lehet akadni. Vagy azt írják a cipő színére, hogy facs szürke. Hát ilyet a magyar nem mond. Ez vélhetőleg valami fordítóprogram eredménye. A másik oldalon megnézzük, hogy mik a fizetési lehetőségek. Ugye egy tisztességes webáruház számos lehetőséget biztosít, hogy előre utalunk, bankkártyával vásárolunk, utánvét, egyebek. Na most ezeknél többnyire csak bankkártyás vásárlás lehetséges. És előre lehetőleg? Hát egyértelmű, ugye ott a megrendelés pillanatában gyakorlatilag nekünk fizetni is kell. Ez az egyik, ahol kilóghat a lólába. A másik az, hogyha megnézem a szállítási információkat. Ugye egy tisztességes webáruháznál ott is lehetőségek vannak, több csomagszállító cég közül is választhatom a csomagpontot, csomagautomatát. Na itt erről semmilyen információt nem fogok találni, csak legfeljebb olyan általános dolgokat, hogy a kézbesítésre hétköznapokon 8 és 17 óra között kerül sor, és 15 napon belül történik a szállítás, és itt pont semmi egyéb rettenetesen gyanús. Valamint, ha megnyitom a kapcsolatfület, akkor ott mindösszesen egy űrlap lesz, ahol én magamról adhatok meg adatokat, de az, hogy ki ez a cég, tehát mi ennek a cégbíróságon bejegyzett neve. Mi a fizikai címe? Ugye, mert én úgy gondolom, hogy csak egy olyan céggel szabad nekünk bármilyen jogügyletbe kezdenünk, amelyiknek van egy székhelye, telephelye. Tehát ennek szerepelni kéne, és akkor mindenképpen egy telefonszám és egy e-mail cím. Na most egy ilyen csaló honlapnál semmilyet nem fogunk találni, csak a nagyon kedvező árakat. És ez az online csalóknak ugye az egyik módszere,
hogy ugye mindig manipulálják az áldozatot. Ugye az egyik ilyen, hogy örömet okoznak neki. Tehát például az, hogy itt van ez a páratlan alkalom. Mert ugye amikor a féltégla jön az iPhone helyett, annak is az az előzménye, hogy egy használt iPhone nagyon-nagyon kedvező áron hirdet az eladó. Itt is arról van szó, hogy ez a látszólagos webáruház, hát nini, érdekes módon az összes cipő mind-mind jelentős akcióban van. Igen, csak még egy tisztességes webáruháznál az akciónak van valamilyen oka, például az, hogy mondjuk az egy kifogyóban lévő típus, amiből már csak, mit tudom, a 47 és feles van, meg a 37-es, a köztük lévő az már mind elfogyott, és ezért akciózza a kereskedő. Na de egy ilyen csaló webáruháznál a teljes méretskála, meg az összes lehetséges szín ott lesz. Csak akkor tegyük fel a kérdést, hogy akkor a kereskedőnek miért éri meg ez az akció? Hát igen, tehát egy kicsit ilyenkor mindig a másik helyébe kell képzelni magunkat, hogyha mi lennénk az eladó, adnánk-e ennyire olcsón. De ugye van, aki itt megáll, hogy az örömnél, és hát akkor azon nyomba fizet bankkártyával, és hát ebből nem egy valós vásárlás lesz, mert ugye egy valós helyzetben nem is jut el a kereskedőhöz a mi bankkártya adatunk, hiszen köztünk és közte ott van a pénzintézet. És a pénzintézet fogja a bankszámláról a vételár összegének a leemelését intézni, annélkül, hogy a kereskedő ugye a mi szenzitív banki adatainkat megismerni. Itt viszont, hát, aki lépre megy, az kiszolgáltatja a bankkártya adatait a csalók részére. És ez még a legprimitívebb. Ez egy nagyon primitív, de hogy mennyire nem lebecsülendő. Én először a magánéletben találkoztam ezzel, amikor egy adott márka sportcipőjét kerestem, és kiderült, hogy magyar nyelvre kidolgozva olyan sok csaló honlapjuk van, hogy minden Google kereső oldalra átlagosan jutott egy. Tehát a tizedik oldalnál már a tizediknél voltam. És akkor megnéztem más márkákat, és ugyanaz volt. Tehát jó, nézzük, ne csak a cipőket, ruhákat, hátizsákokat. Tehát mondhatni, az egész sportipar, az összes olyan márka, ami nevet szerzett a világban, az leképződik itt ezeknél a csaló honlapoknál, és ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen sűrűn kifeszített hálót, aminek az a célja, hogy a gyanútlan vásárló belegabajodjon. Tehát, hogy mondtam az elején, hogy nem a csaló fogja megkeresni az áldozatot, hanem az áldozat jelentkezik be, aki valamelyik csaló honlapra ráakad, és így nagyon könnyű ráakadni, hogyha Google kereső oldalanként van egy ilyen, és ha nem szúrja ki, hogy ez egy csaló, akkor elbukott. Persze, ugye nyilván többen lesznek olyanok, akik átlátnak a szitán, de ha nagyon-nagyon sok ilyen csaló honlap van, akkor hát az áldozatok aránya is ennek megfelelően növekszik. Tehát végül is ezzel is lehet dolgozni. Nem mondom, hogy egy cizellált munka, hát ez inkább az a egyszerű iparos munka, de nagy számok törvénye értelmében azért ez is hozhat a konyhára. És vannak a cizellált módszerek. És vannak a cizellált. Csomagja érkezik. Én ezt is a primitívebbek közé sorolnám, itt csak annyi a különbség, hogy itt azért már nem teljesen az a helyzet, hogy az áldozat jelentkezik a csalónál, itt megtalálták az ő postafiókját, valahogy leszették, de azt nem tudják, hogy kihez tartozik. Ezeket csak valahogy begyűjtötték valamilyen technikával, és ha már nagyon-nagyon sok e-mail címet összegyűjtöttek, akkor hát ezt a megtévesztő e-mailt ugye kiküldik ezekre mind-mind-mind. És ugye lehet, igen, ez, hogy csomagja jött, pedig nem is várunk csomagot, egyebek, és akkor lehet, hogy 1000 emberből 997 legyint erre, hogy mi ez hülyeség, kitörlöm, de ha 3 lépre megy, mert... Kíváncsiság, ugye? Meg az ugye, hogy a hagyományos bűncselekmények ellen viszonylag könnyű volt védekezni, mert azt mondtam, hogy hát elmegyek egy vásárba, egy zsúfolt piacra, akkor átgondolom, hogy mennyi pénzt hiszek magammal, hova teszem, egyebek. Tehát a szituációra készülni tudtam. Az online világban viszont nincs ilyen, mert engem a
legrosszabb pillanatomban is meglephetnek. Tehát bejön ez az e-mail, és én nem vagyok igazán jó paszban, mert éjszaka dolgoztam, elég gyűrött vagyok, meg amúgy is 1000 dolgom van, a postára kell rohanni, bevásárolni, és bejön ez az e-mail. És ugye nem hagyok magamnak sem időt, sem megfelelő nyugalmat ahhoz, hogy én ezt alaposan elolvassam, elemezzem, értékeljem, és már bekövetkezik a baj. Tehát hajlamosak az emberek, hogy pálcát törjenek a sértettek felett, én nem értek ezzel egyet. Ez mindaddig nem tudja meg senki, hogy mennyire veszélyes dolgok ezek, amíg ő maga nem válik áldozattá. Mert nem vagyunk egyforma paszban. Tehát mindenki tudja, hogy van úgy, hogy vezetjük az autót, és arra jutunk, hogy ma be se kellett volna ülni, mert olyan indiszponáltak vagyunk. Pedig az a mi döntésünk volt, hogy beültünk az autó. Itt viszont nem a mi döntésünk lesz, hogy mi csapódik be a postafiókunkba. Mik az egyéb figyelmeztető jelek? Helyesírási hibákról hallottunk, rossz megfogalmazás. De rossz hírem van, hogy tökéletesednek ezek a üzenetek. Hogy igen, még mindig tetten érhetők, de én abban is biztos vagyok, hogy 3 év múlva ez már nem lesz egy ilyen ellenőrzési lehetőség a helyes. A fordító programok is egyre jobbak, aminek örülünk, amikor a hivatalos ügyeinket, a magánéleti dolgainkat intézzük, akkor jó hír az, hogy egyre tökéletesebben tudunk előállítani egy általunk nem ismert nyelven is egy szöveget, és tudunk vele kommunikálni, de hát ez az adatbázis, ezek a programok, ezek a csalók rendelkezésére is állnak. És például az előző példához visszatérve, én már láttam olyan csaló honlapot is, ahol a cipőből azért kihúztak már egy-két méretet a látszat kedvéért, hogy hasonlítson tényleg egy olyan igazi webáruházhoz, ahol van is értelme az akciónak. Tehát ugye itt arról van szó, hogy itt mindenki tanul. Tanul nyilván a rendőrség is, különböző módszerekből, amik ismerté válnak a feljelentések nyomán. Nyilván a sértettek is rengeteget tanulnak, azok, akik figyelemmel kísérik a híradásokat ezekről, na de a bűnözők is. Tehát ami gyengesség a rendszerbe, azt ők fokról-fokra gyomlálják. Tehát ez azért mondom, egy pillanatnyilag úgy néz ki, hogy egy sírig tartó tanulási folyamat a számunkra. Az informatika az szédületes tempóban fejlődik, és ebben az üzletágban is mondjuk most talán így. Hallottam olyan esetről, hogy valaki egyszerűen jelentkezett be a saját netbankjába, kapott egy értesítést, hogy mobileszköz jelentkezik be, azt hitte, hogy a sajátja, és megadta az adatokat, és kifosztották a folyószámláját. Igen, mert alapvetően egy ilyen nagyon zaklatott napirendet élünk. Egy, ami hiányzik a mai világban, az az idő. Ez a legdrágább, ezen próbálunk spórolni lépcsőnyomon, és hát ez is egy olyan dolog, amit így ellenünk be tudnak fordítani a csalók. Tehát igazából azt kell mondani, hogy tisztelendő ellenfelek, nem erkölcsileg értem, hanem szakmailag, sajnos. Tehát az átlagember pszichéjéről nagyon-nagyon sokat tudnak, hogy mi hogy működünk. Tehát ugye, mondtam, az egyik lehetőség, ahogy manipulálni lehet, hogy örömöt keltenek az áldozatba. Ugye ennek megvan a másik oldala is, amikor félelmet, rettegést váltanak ki. Ugye ez az a módszer, amikor mondjuk felhívják valamelyik jelentősebb ügyfélkörrel rendelkező bank nevében, úgy bemutatkozva, hogy a hívó az adott pénzintézet bankbiztonsági dolgozója, és ugye felhívják a figyelmét arra, hogy hát valószínűleg támadás érte az ő bankszámláját, és segítséget ígérnek. Na most ugye itt ezekkel az első mondatokkal a páni félelmet keltik a sértetbe. És akkor megint egy olyan helyzetbe kerül, amikor nem egyenrangú partner, hanem hát egy ilyen csökkentett üzemmódban működik az agya. Ugye ez olyan, mint mondjuk egy vizsgán a stressz, hogy nem hozzuk ki magunkból a legjobbat, tehát hogy tudjon ő érdemben fellépni azzal a csalóval szemben, aki ugye ezt már számtalan szót gyakorolta, higgadt, nyugodt, számára nincs tétje a dolognak, mert ha most nem sikerül, majd a következőnél, és ő viszont meg azt érzékeli, hogy viszik a pénzét, mindent,
ami a bankszámláján van. Itt már most nem arról van szó, hogy kimentem a vásárcsarnokba és ellopták a pénztárcámat, mert ezt ki lehet heverni. A lakásbetörés súlyosabb, de hát akkor is mit vittek el? Hát ami éppen otthon volt érték. Ugye ha hallgattam a rendőrségre, akkor betettem a bankba a pénzemet, nem vitte el a betörő. És most mi a helyzet? Betettem a pénzem a bankba, és mert volt egy rossz pillanatom, mert rám ijesztettek, azt kiszolgáltattam. Mert ugye itt a sértetnek kell az aktív közreműködése. Na de az azért következik be, mert őt manipulálják a félelmén keresztül. Meg az, hogy nem hallott még erről a módszerről. Tehát azért nagyon fontos minden olyan lehetőség, mint amit önök is most biztosítottak nekünk, hogy beszélhetünk erről, és egy kicsit kivesészhetjük ezt az egész jelenséget, mert hogy nem lehet erről elég rosszat mondani erről a jelenségről. Tehát jó lenne az embereknek egy kicsit áttörni azt a falát, ugye azt a közömbösségi falát, ami ugye mindaddig fennáll, amíg úgy tűnik, hogy ez őt nem érinti. De éppen az a baj, hogy ez bárkit érinthet. Ezt nem tudjuk, hogy holnap vagy akár a következő fél órában kinek csörlem meg a telefonja, és hát mit fognak ott mondani neki. Fontos a higgadtság, átgondoltság. Szokták mondani, hogyha ilyen gyanús hívás érkezik, bár ahhoz gyanút kell fogni. Igen. Tegyük le, hívjuk vissza. Igen. A bankot. Egyébként ugye én viszonylag szélsőséges helyzetből látom a dolgokat, mert mi csak azokkal találkozunk, akik pórul jártak. A happy end-el végződő történeteket kevésbé ismerjük, akkor nem szoktak hozzánk bejönni, hogy hát próbálkoztak nálam a csalók, de nem dőltem be. Ugye ezzel nem fordul az ember a rendőrséghez. Viszont a magánéletből van olyan információm, konkrétan ahol az én bankszámlám van, annál a pénzintézetnél, hogy vannak olyan tudatos emberek, hogyha őket ugyan a bankjuk felhívja, és tényleg a banki alkalmazott beszél velük, de ők nem biztosak önmagukba, hogy fel tudják ismerni ugye az igazi banki dolgozót a csalótól, és azért azt mondják, jó, köszönöm, akkor most én leteszem a telefont, és bemegyek önökhöz a bankfiókhoz. És én ezt egy nagyon jó megoldásnak tartom. Tehát ugye, hogy visszalépünk egy fokot a technikába. Tehát egy icipici bizonytalanság van. Ugye hallottam már arról, hogy van egy ilyen módszer. Egyébként engem is volt így, hogy hívott a bankom, és éreztem magamon, hogy a pulzusom a másfélszeresére megy föl, hogy minden szót figyelek, és próbálom azt a tudást, ami bennem van, kamatoztatni, hogy kiszűrjem a falsságot. És aztán ez a hívás átment a szűrőn, de hát én egy kicsit könnyebb helyzetben vagyok, mint az átlagember. Tehát én úgy gondolom, ahol a legkisebb kétség is felmerül, igen, ez egy jó megoldás, menjünk be a bankfiókhoz. Jó, persze lehet az, hogy félfogadási időn túljön ez a hívás, hétvégén jön ez a hívás, és a többi, de ez esetben is mindenképpen az a jó megoldás, ha leteszem azt a telefont. Veszek egy mély levegőt, rendezem a sorokat, és aztán ugye minden banknak van ilyen napi 24 órában hívható telefonszáma. Na, utána, hogyha rendeztem a sorokat, akkor ezt hívjam föl, és akkor beszéljük meg, hogy mi legyen. De ne hagyjam magamban abba a helyzetbe, hogy felhívtak, miközben szárítottam a hajamat a fürdőszobába, vagy éppen a süteménytésztáját kevertem a robotgéppel, tehát rám törtek, és mondják ezt a szöveget, mert biztos rossz döntést fogok hozni. Továbbra is Orsós Károly rendőr őrnaggyal, a Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadójával beszélgetünk az online bűncselekményekkel kapcsolatos hasznos tudnivalókról. Eddig magánemberekről beszélgettünk többnyire. Támadják-e a vállalatokat, a cégeket a csalók, vagy ezek már inkább hacker támadások, vagy itt is megvannak a szokásos rutin Természetesen itt is megvan, csak ezeknek az arányuk az jóval alacsonyabb, meg ebbe egy kicsit több munkát kell belefektetni, de ezek általában arra logikára épülnek, hogy ugye egy cégben van egy munkamegosztás, és akkor különböző munkakörbe dolgozó embereknek megvannak a feladataik. Például van, akinek bizonyos számláknak a kifizetése, egyebek, és a többi. És az ilyen támadások általában arra mennek ki, hogy azt a látszatot tudják kelteni, hogy valami, tehát egy meglévő üzleti partner esetében bekövetkezett egy bankszámlaváltozás,
és a többi, és a többi, és akkor azt az alkalmazottat, aki nincs teljesen képbe, de jogosult utalni, ugye megtévesztve ráveszik azt, hogy utaljon arra a bizonyos bankszámlaszámra, ami nem egy megváltozott bankszámlaszám, hanem az olyan, ami felett a bűnözők diszponálnak. Tehát ugye itt erre tudnak appellálni, hogy az információvállalatnál az így kicsit porlasztva van, és ugye nem biztos, hogy az alkalmazott be fog rontani a főnökéhez megkérdezni, hogy én utalhatok erre a megváltozott bankszámlaszámra, mert nem akarja zaklatni, és hát miért gondolna rosszra, mert hát van ilyen, hogy változik a bankszámlaszám. De ugye ezek kevesebben vannak, mert azért egyszerűbb az átlagembert, a magánembert megtéveszteni, meg a módszerek is inkább erre vannak így tömegével kidolgozva, viszont a cégek számára nyilván jóval nagyobb károkat lehet okozni, hiszen egy cég számláján ugye jóval nagyobb pénz van, ami a napi működéshez kell. Általában. Ha mégis áldozatul esik valaki a csalásnak, mik a legfontosabb lépések? Hát a legfontosabb, hogy amikor ez így tudatosult benne, akkor viszont ne nagyon vegyen nagy levegőt, meggondolkodjon, hanem akkor a legfontosabb az azonnali cselekedet. Tehát nyilván, hogyha mondjuk a bankszámlát éri a támadás, akkor nincs mese, akkor hívnom kell a bankomat, hogy intézkedjenek. Mert onnantól kezdve, hogy értesítettem a bankot, ugye gyakorlatilag ők azon nyomba egy gomnyomással a további károkozást meg tudják akadályozni. Ugye nyilván az is fontos, hogy tegyenek nálunk feljelentést. Aztán adott esetben ugye, amik keletkeznek a csalás folyamatába, esetleg üzenetváltások, és a többi, hogy akkor csináljunk képernyőmentéseket, semmit se törüljünk. Hát ugye, mint mondjuk egy lakásbetörés helyszínén, ugye az a közhely dolgok, hogy nem kéne összejárkálni ugye azokat a helyiségeket, semmi esetre se takarítsunk ki, bár kínos az, amikor idegenek előtt ekkora felfordulásban mutatjuk be az otthonunkat, de egy helyszíni szemlénél ugye éppen az a jó, hogyha ezt a felfordulást ugye tudják rögzíteni a eljáró nyomozók. Itt az online térben is ez kicsit úgy van, hogy akkor azt, ami ott ezügybe keletkezett és fogható, azt ne semmisítsük meg, azt mentsük le, és hát az, hogy haladéktalanul cselekedjünk, mert az idő múlás az nagyon egyrészt a sértett, másrészt a hatóságok ellen dolgozik. Ugye ezek a utalások az online térben ezek fénysebességgel üzemelnek, tehát egy pillanat alatt egyik bankszámláról a másikra, a harmadikra, és már gyakorlatilag a dolog visszahozhatatlan. De voltak ilyen happy endek is, amikor mondjuk valaki pont egy ugye a kezdeti példánknál, tehát rájött, hogy a dobozban nem az van, amire ő számított, de ugye hát ő már átvette a csomagot a posta dolgozójától, de viszont gyorsan cselekedett, megtette a feljelentést, és akkor ugye a rendőrségi feljelentés birtokában a posta a pénzt nem juttatta el ugye a másik félnek, tehát meg lehetett takasztani, és így a sértet visszakaphatta. De ha ő még 3 napot gondolkodik azon, hogy most mit csináljon, tegyen-e feljelentést, akkor nyilván ez az esély nem adatott volna meg. A végén 3 villámkérdés. Mi a véleménye Veszprém élhetőségéről? Én nagyon elégedett vagyok. Szerintem főleg ugye az utóbbi éveknek a nagy beruházásaira, ugye ezek az új körforgalmak, elkerülő, ugye egyszintű kereszteződésből 2 szintű lett, az hihetetlen már így fejlődésbe, ez egy jó dolog, és hogyha esetleg itt mégis dugók vannak, akkor az nyilván nem a város hibája, hanem egyszerűen én azt látom, hogy egyrészt a jólétünkkel, másrészt a motorizációval nem lehet lépést tartani. Mert én tudom, hogy sokan zúgolódnak, hogy nincs elég parkolóhely. No igen, de hát amikor ennek a városnak ugye az alapjait
lefektették, kialakították ugye a centrumát. Hát akkor az egy egészen más történelmi korba volt, és most nyilván parkolóhelyeket újat csak úgy tudnánk kialakítani, hogyha elbontanánk épületeket, azt ugye meg senki sem szeretné, tehát igazában ezt el kell fogadnunk, hogy itt mindig lesz egy ilyen feszítő ellentét, de én úgy gondolom, hogy kevés városnak adatott meg hát ennyi új így a közlekedésében, mint Veszprémnek. Rögtön két kérdésre is választ kaptunk, mert a közlekedési helyzet lett volna a következő, úgyhogy akkor jöjjön a harmadik, mit gondol Őrnagy úr Veszprém kulturális életéről? Hát én úgy gondolom, ez egy színes város, hát főleg itt ugye a kulturális főváros évében, tehát igazából az ember csak kapkodja a fejét a programoktól. Nyilván van ennek egy másik oldala is, hogy az emberek mennyire élnek a lehetőségekkel. Tehát én, ha egy kicsit később megyek már haza, így ballagok a Kossuth utcán, akkor hát úgy általában már akkor olyan kihaltságot érzékelek, noha azért lehetőségek vannak, tehát én úgy gondolom, hogy kicsit a polgárok is tehetnek azért, hogy úgy belakják a városukat, hogy ne legyen Veszprém ennyire alvó város mondjuk így este hét után, hanem éljünk a lehetőségek. Menjünk ki az utcára, mert ahogy én szoktam mondani az előadásom bevezetőjében, hogy ma már nem a sötét sikátorban kell félni. Kinn a közterületen biztonságban vagyunk, ellenben otthon, ha be van kapcsolva a számítógépünk, hát akkor adott esetben mindenünket elveszthetjük. Mi más mondhatnánk összegzésképpen, mint hogy legyünk óvatosak az online térben, ne higgyünk a gyors meggazdagodásra kecsegtető ajánlatoknak, amelyekben csak néhány ártatlannak tűnő kattintást kérnek. Soha ne adjunk ki biztonságérzékeny adatokat, és akkor elkerülhetjük a bajt, nem leszünk csalás áldozatai. Orsós Károly rendőrőrnöknek köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a lehetőséget. Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.